Kampányzáró sajtótájékoztatót tartott ma Koltai Tibor. Zala megye egyes számú választókerületének független országgyűlési képviselőjelöltje az újságírókat a Jobbik zalaegerszegi irodája elé hívta. Itt az üvegfelületre egy Zé Kárpát Dániel ábrázoló képet ragasztott ki, majd a szervezetnek az ellenzéki összefogásban betöltött szerepét kifogásolta. Ővelük szövetséget kötnek azok a baloldali, általam is demokratikusnak tartott pártok, akik igazából azt mondták, hogy ővelük soha, tehát a Jobbikkal nincsen alkú. Én 14-ben, amikor 2014-ben kiléptem a baloldalról, akkor is már volt egy ilyen típusú közeledés, ami 2019-re megvalósult az önkormányzati helyhatósági választások kapcsán. Én teljesen vállalhatatlannak tartom ezt, és én nem is gondoltam, hogy ez valaha létre fog jönni. Koltai Tibor úgy vélte, a függetlenek neve mellé kell az X-et helyezni, és egyúttal megerősítette korábbi vállalásait. Én az ígéreteimet maximálisan szeretném megvalósítani. A Jobbikon kívül bárkivel hajlandó vagyok ezért alkut kötni, hogy ez meg is valósuljon. Bárki fogja a hétfőtől a parlament sorait alkotni, és bárki fogja az országot kormányozni, de a Jobbikkal nem vagyok hajlandó semmilyen alkut kötni. Bármibe is kerüljön, én ezt megígérem, hogy ővelük soha semmilyen módon semmilyen szövetséget nem kötök, de maximálisan a választók érdekeit és a programon végrehajtását tűztem ki célul. A jelölt végül minden segítséget megköszönt, és arra kérte a választópolgárokat, hogy április 3-án menjenek el szavazni, és voksaikkal támogassák.